először is nagyon köszönjük, hogy a Szüreti Fesztiválon részt vehetünk, és hát van nekünk egy saját nótánk, a Rosé Blues, ami itt készült Szexárdon, és ebbe részt fog venni a Mustinca kórus. Ezt egyszer már előadtuk a Vármegyeházán nagy sikerrel, és reméljük, hogy most itt a Szüreti Fesztiválon is nagy siker lesz, hiszen hol máshol lehetne ez, hol szólhatna jobban, mint egy Szüreti Fesztiválon. 5. éve alakult vagyunk már, és hogy a nevünkben is benne van, blues zenét játszunk. Elsősorban Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Radics Béla, Gary Moore és B.B. King dalokat játszunk. Ebből egy kicsit a Rosé Blues kilóg, de úgy gondoljuk, hogy mivel szexáriak vagyunk, szeretjük a szexári jó bort, így talán ez is belefér a repertoárba. Ja, amikor a Újvári Miki barátom ezt a zenekart létrehozta, akkor az eredeti gondolat az volt, hogy a bluesnak azt a szegmensét támadjuk meg, ami már úgy kicsit úgy kikapott a mai fülekből. Tehát a zenekarnak van egy kvázi hivatása, vagy egy olyan inspirációja, hogy ezeket a fajta zenéket eljuttassuk a mai fülekbe. Tehát tudják a mai fiatalok is, hogy nekünk volt egy Radics Béla, zseniális gitárosunk, vagy a Jimi Hendrixet mindenki ismeri, de volt egy Stevie Ray Vaughan is. És ezek úgy kikoptak a tévékből, rádiókból, és mi ezt próbáljuk meglovagolni. Időszaka pont a legrosszabbkor érkezett az együttes számára. A kibontakozásuknak szabott határt. Az az igazság, hogy akkor addigra kezdett úgy összeállni a zenekar, tehát akkor alakult ki ez a formáció, és hát hogy lelkesen indultunk volna, és gyakorlatilag minden akadály elingördült a pandémiával, kezdve sok minden, és a nehézkesen indultunk el, de mivel járjuk az utunkat, ezért talán most már mondhatom, hogy legalábbis itt a környéken már azért ismert zenekar vagyunk. Tavaly is már elég sokat játszottunk, de az idén szerintem nagyon jó évet zárunk. Mi egy pub zenekar vagyunk, tehát inkább blues kocsmákba játszunk, tehát nem igazán ez a mi közegünk, de kezdjük megszokni és megszeretni, úgyhogy szívesen lépünk fel, úgyhogy várjuk az ilyen meghívásokat is. Érdekesség, hogy a régmúlt slágereit elővéve, a feledésbe merült zenéket leporolva, sikert arat az együttes a fiatal generáció körében is. Hát ez egy blues zenekar, úgyhogy elsősorban az igazi nagy blues előadó B.B. King, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan dalait dolgoztuk fel, de természetesen a magyarokból is vettünk elő. Én ugye később kerültem a zenekarba, és már én már egy kész műsort kaptam, amit el kellett énekelnem, de nagyon örültem neki, hogy egy amatőr lelkesedéssel és egy profi tudással megáldott zenekarba lehetek benne, amit ugye az Oliék alapítottak, és hát ők azt gondolták, hogy legyen akkor a magyarokból a Hobo Blues Band dalai, vagy a Radics Béla dalai, úgyhogy ezeket én is megtanultam, és nagyon nagy örömmel játsszuk és énekeljük a magyar változatokat is. 4 tagú a zenekar, ugye basszusgitár, Takács Zoltán basszusgitáron, Újvári Miklós dobon, Beke Vince szólógitáron, én meg hát énekesként és szájharmonikásként vagyok ellen a zenekarban.
Fellépésekben nem szenved hiányt az együttes, a megyében és a környező régiókban is sokan kedvelik az általuk játszott muzsikát. Ma már, ma éjszaka két fellépésünk is van, egyet itt ugye a Szüreti Fesztiválon, este pedig már Bátaszéken játszunk ilyen rock rajongóknak, vagy rockereknek egy házi buliban. Aztán jövő héten most nincsen, de lassan alakulni fog. Ugye azért ez a blues zene olyan, hogy a nyár az szerencsére tele volt a fesztiválokon, tudtunk minden hétvégén játszani, de ugye azért ezt azért a téli időszakban majd a kocsmákban szeretnénk előadni, és hát reméljük semmi ilyesmi, ott nem lesz egy lezárás, vagy olyan, ami miatt esetleg nem tudnánk játszani az embereknek. Én azon lepődtem meg a legjobban, amikor elkezdtem a fiúkkal fellépni, hogy az idősebb korosztálytól kezdve a fiatalokig mindenki jött oda, hogy ez az én zeném. Hát oda jön a 17 éves vagy 20 éves srác is, és azt mondja, hogy ez az ő zenéje. De mondom, hogy lehet? Azt mondja, a fiatalkoromat hozta vissza, mondom, hogy lehet ez? És kiderül, hogy mit tudom én, 10 évesen az apja még ezeket hallgatta, tehát ugye az apukák meg szintén, hogy ő nekik is a fiatalkorukat hozta vissza, úgyhogy én is meglepődtem, hogy a fogadtatásán, hogy ennyire szeretik a... Igazából ugye gitárzene ez. Tehát azért alapjában véve a gitárra épül, és a Vince nagyon jól hozza azt a gitárstílust, amit egy kicsit úgy lemásolva, de egy kicsit átalakítva a saját ízlésére, a saját gondolatára egy kicsit magyarosítja, hogy úgy mondjam. Az este folyamán felcsendültek neves előadók, jól ismert slágerei is, melyeket kívülről fújt a közönség. Everybody, everybody.